Július végén többnapos születésnapi rendezvénnyel ünnepelt a Várkert Termál Camping. A kemping vezetőjét arról is kérdeztük, hogy mi a titka a népszerűségnek, a rendszeres szakmai elismeréseknek. Csapatként dolgozunk, mert amúgy nem működne. Tehát, hogy a takarítónőtől egészen a recepción át, az éttermen át, a vezetésig, hogyha nem egy csapatba dolgozik, akkor teljesen mindegy lenne. Akkor nem lenne ennek a 20 évnek ez a sikere, amit igazából ünnepeltünk. Az idei esztendő jól indult a pápai kempingben. Az első fél évben többen érkeztek, mint 2023 hasonló időszakában. Azonban júliusban volt egy kis visszaesés. Június végéig nagyon örültem, mert pozitív, tehát nagyon pluszba voltunk, olyan 4-500 vendégészakával. Aztán jött az EB, úgyhogy azt gondoljuk mi, mert ott a július eleje az a vártnál nagyon elmaradt. És egyrészt az EB miatt, mert hogy Németországban rendezték meg, és mindenki odament. Ezt abból gondolom, hogy a döntő után olyan hirtelen megtelt a kemping. Másrészt a tulajdonossal beszélgettünk róla, azért a gazdasági helyzet is azt mutatja, hogy sporolnak az emberek egy kicsit, nem tudják, hogy mi lesz a jövőben. Júliusban összesen 7514 vendégészakát regisztráltak, ez 600-zal kevesebb, mint tavaly ilyenkor. Az első 6 hónap az valamennyit pótolt bele, hát most bízunk azért még az augusztusban nagyon. Jönnek szépen a vendégek a megszokott területekről, Németország, Ausztria, Hollandia, Dánia, sok magyar vendégünk is van, csehek, szlovákok, úgyhogy még ezt az augusztus-szeptembert én bízom abba, hogy legalább arra a szintre, mint a tavalyi év visszajövünk, vagy talán meg is haladjuk a vendégészaka számot. Dekovics Ódor Noémi elmondta, hogy eddig a legsikeresebb esztendőjük 2019 volt, akkor 37480 vendégészakát regisztráltak. Rekordot nem biztos, hogy sikerül dönteni idén, de a kemping a megszokott magas színvonalon várja a vendégeket. Mindenképp kell a jó idő, meg mi idén nagyon sokat is fejlesztettünk, tehát például az új játszóterünk, vagy a kültéri fitnesspark is vonza a családokat, úgyhogy mi a hirdetésekben, a marketingben erre nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, úgyhogy bízunk abba. Tehát az érdeklődés az nagy, bár most már, hogy jön a szünidőnek a vége, lehet, hogy ezt a jövő évbe fogjuk tudni igazán kielvezni. Dekovics Ódor Noémi elmondta, terveznek további fejlesztéseket is. Nagyon szeretnénk majd a faházainkat, ugye 20 helyünk van, és ugye jelenleg van 7 faházunk, nagyon szeretnénk ezeket bővíteni, mert erre igény van. Illetve hát igen, a játszóteret tovább, aztán szeretnénk esetleg egy teniszpályát, mert úgy látjuk, hogy a vendégigények is ezt mutatják, hogy használnák nagyon szívesen ez a korosztály, illetve azzal viszonyítnánk a város fele is akkor. A kemping egy éve saját kezelésben működteti az éttermet. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó döntés volt, mert valahogy a kempinggel az étterem egyben ő, és a programok, amiket közösen szerveztünk régen is az üzemeltetővel, azért az mégsem olyan volt, mint hogy most saját magunknak és a vendégeknek, úgyhogy ez kellett szerintem, nagyon kellett ahhoz, hogy egy egység legyünk végre egybe. Jók a visszajelzések. Az elmúlt időszakban kitapasztalták, mi az, amit kedvelnek a vendégek. Néhány fogás esetében el kell térni a magyar szokásoktól. A vendégek nagyon elégedettek, napi menünk van minden nap. Ugye itt figyelnünk kell nekünk arra, hogy bár mi szeretjük az aranygaluskát, a vendég nem. Tehát, hogy ez nem is hirdetjük a városban mi a menünket, pontosan ezért, mert a vendég igényeinek megfelelően próbálunk, illetve amikor itt van 5-600 vendég, akkor kit küldjek el, tehát hogy inkább úgy döntöttünk, hogy ez maradjon meg a kemping vendégeknek. Ettől függetlenül szeretettel várunk mindenkit, meg lesznek olyan rendezvények, amit kimondottan fogok a város fele is hirdetni, mint a Libanap is például, tavaly is nagyon nagy sikere volt. De igen, tehát egy kicsit nekünk ebből a menzás menüből, ahol van a túros tésztától kezdve minden, egy kicsit át kellett állnunk olyan konyhára, hogy azért hús mindig legyen. Mert hogy mit igényelnek a vendégek? Inkább ezeket, tehát hogy ők még például a gyümölcslevest is desszertnek eszik. Tök érdekes. Igen. Tehát megeszik a főmenüt, a levest a főmenüt, és azt mondják, akkor egy gyümölcsleves desszertnek. Úgyhogy igen, a tészták, a keltészták, az édes főételek, azok itt nem nyernek.
Tehát, hogy akkor a magyaros konyha itt akkor háttérbe szorul, és inkább nemzetközi? Nem mondhatnám, hogy a magyaros háttérbe, tehát a jó kis pörköltek, a gulyás és az ilyesmik, vagy a tokányok, azok nagyon is előtérbe, hanem ezek a tésztaételek, amit mondjuk mi hétköznap azért megeszünk egy diós tésztát, vagy egy buktát, vagy egy aranygaluskát, azt ők nem. Azt ők főételnek elképzelni nem tudják. És akkor látszik, hogy menükor üres az étterem teljesen, úgyhogy így a tapasztalat meghozta azt, hogy hát hogy is kell összeállítani. Úgyhogy a konyhafőnökünk most már nagyon tudja, hogy mit szeretnek a vendégeink, és mi az, amit esetleg egy-egy ajánlatba be lehet tenni. A kemping január 10-én zár majd be, s március 1-én nyit újra 2025-ben. Talán az idei lesz így a 20 év után az első olyan telünk, hogy nem csak a munkáról szól, hanem azért tényleg egy kicsit a pihenés is helyet kap. Mert hogy így nyáron erre nincs nagyon idő. Hát nem nagyon, és mivel ugye ezek a munkálatok, például egy fugázás, vagy egy vizes blokk felújítás, az akkor tud végbe menni, amikor nincs vendég, mert hogy vendégek között nem lehet ilyeneket, ez mindig térre maradt, és ugye azért ide be kellett engedni a munkásokat, ezt koordinálni kellett, úgyhogy igen, tehát a tél sem feltétlenül a pihenésről szólt. A kempingben jelenleg közel 300 vendég van.